Szép napot kívánok! Dr. Rokai Zoltán katolikus pap és egyetemi tanár Szólalj meg Mózes című kötetét mutatták be a közelmúltban a Szabadkai Városi Könyvtárban. A szerző fő kutatási területe a monoteizmus. Könyvei és tanulmányai magyar, német és horvát nyelven jelentek meg. A kötet címe, azaz a Szólalj meg Mózes egy anekdotához fűződik. A történet Michelangelo-ról szól, akinek a Mózes szobra Rómában, a Vasas Szent Péter templomban található. Állítólag, amikor elkészült ezzel a szoborral, olyan élethűnek találta, hogy a fakalapáccsal ráütött a szobor térdére, és azt mondta, szólalj meg, ma is megtekinthető a repedés, nem tudom hány euró ellenében. Így szól az anekdóta. Voltak, akik azt mondták, hogy nem is hallották még az anekdótát, hát én eléggé fiatal voltam, sőt gyerek voltam, amikor életemben először hallottam, és amikor cím után kutattam, hogy mi lenne a legtalálóbb, akkor úgy gondoltam, hogy ezt választom. A szerző szerint Mózes nélkülözhetetlen személyiség a kereszténység tudatában és vallásában. Épp ezért tartotta fontosnak, hogy írjon róla, ami által még jobban megismerhetjük Mózest. Hiszem és vallom, hogy akik hittanra jártak, valószínű hallottak a 10 parancsolatról és a kőtáblákról, amelyek hát Mózeshez szervesen hozzátartoznak. Nem is szólva a zsidó vallásról és a zsidó népről, amelynek Mózes a talán legkiválóbb, azt lehet mondani, alakja. Úgy gondoltam, hogy erről a Mózesről érdemes lenne egy-két gondolatot rögzíteni, azért, mert noha elég nagy anyag áll rendelkezésünkre Mózes 5 könyvében, ritkán lehet úgy megtalálni ezeket a bibliai elbeszéléseket, hogy ezekből magáról, Mózesről valami közelebbit, valami életszerűt megtudjunk, ami talán a mi életünk számára is bizonyos jelentőséggel bír. És akkor elhatároztam, hogy ami fölgyülemlett bennem, és hát paplétemre ismételten találkozom ezekkel a gondolatokkal, ezeket közkincsé tegyem. Kiterjedésű bibliakutatás és más kutatásoknak a tárgyát képezi. Ezeket részben teológiai stúdiumaim folyamán, akkor később természetesen a teológiai doktorátus előkészítése folyamán részletesen ismerni kellett, és ma is illik ismerni. Azonban az az érzésem és az a benyomásom, hogy ezeknek a kutatásoknak az eredménye, noha nélkülözhetetlen Mózes 5 könyvének és Mózes személyének a megismeréséhez, tulajdonképpen magát, Mózest közelebbről meg tudjuk ismerni, hogyha ezeket a történeteket, nem pedig a róluk szóló, a keletkezésükről szóló elméleteket olvassuk, és ennek a végeredménye lett az, hogy nézetem szerint Mózes alakját azokból a találkozásokból tudjuk igazán megérteni, amelyek Isten, az örökkévaló és Mózes között lejátszódtak, akár a csipkebokornál, akár a hegyen, akár a Szent Sátornál, Szent Sátor bejáratánál. Ezekből a találkozásokból tudjuk igazán megérteni Mózes alakját. Dr. Rokai Zoltán arra a kérdésre, hogy könyvének melyik része áll legközelebb a szívéhez, nehezen tudott válaszolni. Azt mondta, az írás során nagyon megszerette az egész könyvet, illetve Mózes történetét. Az egyik kedves és kedvenc momentum Mózes történetéből, amikor megismerkedik az ő jövendőbeli feleségével, mert a lányokat
azokat a pásztorok elűzték, és Mózes védelmébe vette ezeket a lányokat, és az apjuk kérdezte, hogy hogy van az, hogy ma ilyen gyorsan visszajöttetek a bárányok a juhok itatásából, és akkor azt mondták, hogy egy egyiptomi védelmébe vett bennünket. Ez első olvasásra egy ilyen bukolikus, vagy talán pajkos történetnek tűnik, egy pásztor jelenetnek, azonban, hogyha közelebbről olvassuk, akkor láthatjuk, hogy itt valamiképpen Isten terve, Isten gondviselése, Mózes meghívása, kiválasztása már jelen van, és ezt az egyébként hát azon a vidéken hétköznapi történetet tulajdonképpen erre a találkozásra, illetve ennek a találkozásnak a megírására használja a szent író. Nem is szólva, hogy patriarchális társadalmakban a kút az mindig találkozási helyet jelentett, cselédlányoknak a vízhordás az volt a találkának a jele, a helye. Tehát amikor találkozni akartak akár a többi cselédlánnyal, és ott megtárgyalni a nagyságájuknak a viselkedését, akár pedig a szívük választottjával, a kútnál történt ez. Nem elfelejtve Jézus találkozását, ez más jellegű találkozás természetesen a szamaritánus asszonnyal, Jákob kútjánál. Köszönöm a figyelmüket, találkozzunk jövő héten is újabb könyvek társaságában. További szép napot!